Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója. Július 1-e Anna Mária napja van. Ma van a Magyar Egészségügy napja, ugyanis 1818-ban ezen a napon született Semmelweis Ignác magyar orvos, az anyák megmentője, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében. Most pedig következzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Csütörtökön Szabadkán számol be munkájának első évéről a szerb kormány. Megindult az autós cunami, egész hétvégén hatalmas sorok az átkelőkön. Egy új rendkívül veszélyes drog érkezett Szerbiába, valószínűleg Kínából. Búcsúnapokat tartottak Gomboson. Szabadkán értékeli a szerb kormány első évének munkáját Ana Brnabić. A szerb kormányfő csütörtökön meglátogatja a német Norma vállalatot, amely mintegy 1200 dolgozót foglalkoztat Szerbiában. Egésznapos szabadkai látogatása végén Brnabić a miniszterelnök helyettes és a miniszterek jelenlétében bemutatja az első év eredményeit, valamint a második év prioritásait és céljait. A kontinuitás kabinettje, ez a korábbi Alekszandár Vučić vezette kormányhoz képest. Az elmúlt esztendőben megteremtődtek a feltételek az ideiglenes nyugdíjcsökkentésről szóló törvény eltörléséhez, és egyben bejelentették, hogy még az év vége előtt emelik a közszférában dolgozók fizetését és a nyugdíjakat. A szerb kormány további intézkedései között említhető még a családtámogatás növelése, a gyermekvállalás ösztönzése, valamint az olcsó, államilag támogatott lakások építése a rendőrség és a katonaság kötelékében, illetve az egészségügyben és az oktatásban dolgozók számára. Mától jár az első gyermek születése utáni emelt összegű gyermekpótlék Szerbiában. Az eddigi mintegy 39 ezer dináros összeget az állam egyszeri 100 ezer dinárra növelte. A második, harmadik és negyedik gyermek után járó pótlék összegét is emelték. Ezek már a 2017. december 25-e után született gyermekekre is érvényesek. A támogatást azok kaphatják meg, akik minden kötelező védőoltást beadatnak gyermeküknek, továbbá kötelezően járatják őket óvodába és iskolába. Hétfőtől Szerbiában ingatlan adásvétel esetén a polgárok a közjegyzőnél a szerződés hitelesítése mellett be is jegyeztethetik ingatlanjukat, ez pedig jelentősen lerövidíti az ügyintézés idejét. Ezentúl a közjegyző elektronikusan küldi tovább a szükséges dokumentumokat az ingatlan nyilvántartási kataszterbe, ahol ennek alapján elvégzik a bejegyzést és innen küldik az adóhivatalba és a helyi önkormányzat adóosztályára is az adatokat, közölte az Igazságügyi Minisztérium. Folyamatosan nő a forgalom a határátkelőkön, a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt torlódás alakult ki a hétvégén a szerb-magyar átlépőkön. Az illetékesek a kisebb átkelőket javasolják az útnak indulóknak. Nagyobb sorok alakultak ki a Horgosi autópálya átkelőnél. A várakozási idő mintegy fél óra volt a kilépőnél a szerb oldalon vasárnap a déli órákban. Az autósok nem elégedetlenkedtek, szerintük a fél órányi várakozás elfogadható a nyári szezonban. A közlekedők inkább attól tartanak, hogy a magyarországi oldalon kell többet várakozni. Panyiszat puno, ale biće puno, tamo preko. Ja mislim, jedno dva sata će biti najmanji. Stigli smo ovde pre 10 minuta. Putujemo za Francusku, to je to. Zašto ovdje? Nisam znao za mali prelaz. Az autóbuszok utasai viszont többet rostokolnak a határon. Turista szezonban akár órákon át kénytelenek várakozni az autóbusszal útnak indulók. Ljudi ostaju tu po 3-4-5 sati. Ovde i nekako kod nas, ali u međuzoni dugo se ostaje. Jer Mađari neće gužvu na svojoj granici i drže nas do crvene linije te. Znači, imamo malu decu, bolesne u autobusu, to su uglavnom imamo i penzionera koji su radili nekad u Austriji. Stvarno imamo problem.
A legnagyobb torlódás hétvégenként alakul ki, azon belül is vasárnaponként, mondták a rendőrség illetékesei. A horgosi határon a turista szezon miatt őszig nagyobb forgalomra kell számítani. Sezona je počela, trenutna zadržavanja na graničnom prelazu Horgoš su do 30 minuta i ulaz i izlaz. Radi se o 4 saobraćajne trake na ulazu plus autobuse, a u 3 saobraćajne trake na izlazu plus autobuse. Gužve se očekuju svaki naredni vikend sve do polovine septembra. Vasárnap a horgosi autópálya határátkelőhelyen a Szerbiába való belépéskor körülbelül fél óra volt a várakozási idő, ami nem jelenti azt, hogy összesen ennyit kell várni, hiszen a Magyarországról való kilépésnél a magyar rendőrség információi szerint 3 órás várakozás van, a két határ pedig már szombat délelőtt összeért, ezért az autók csak araszolni tudtak. Az illetékesek a gyorsabb határátkelés érdekében az útnak indulóknak azt javasolják, hogy a kis határátkelőket használják, az olyat, mint a Bajmoki, a Gyálai vagy a Királyhalmi. Ezek a határátkelők reggel 7-től este 19 óráig tartanak nyitva. Hivatalosan is a történelem része lett a belgrádi főpályaudvar. Az 1884-ben épült objektum ezentúl múzeumként funkcionál majd. Az utolsó vonat szombaton 21 óra 45 perckor indult el a Belgrád-Budapest nemzetközi járatot, több tucatnyian búcsúztatták. A központi pályaudvar felszámolása során a Száva folyó partján futó sineket felszedik, és az ott található melléképületeket is lebontják. A helyükön pedig a néhány éve elindított Belgrád a vízen elnevezésű projekt objektumait húzzák fel. A történelmi épület eddigi feladatait a többi fővárosi pályaudvar veszi át. Egy új rendkívül veszélyes drog érkezett Szerbiába, állítólag Kínából, tudósít a szerbiai sajtó. Az elmúlt 10 napban már 3-an vesztették életüket a szer túladagolása miatt. A drog gyorsan terjed a fiatalok között, ugyanis annak rendkívül hosszú hatása van. Akár 8 órán keresztül is képes stimulálni a szervezetet. A rózsaszínű tabletták 5-ször erősebbek az eddig ismert extaziknál. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy bogyótól is akár kómába kerülhet a használó. Hosszú távú szedése skizofréniát, depressziót és más pszichikai problémákat is okozhat, szögezik le. U sebi sadrži najverovatnije izuzetno velike količine već standardnog ekstazija koji se nažalost ilegalno godinama nalazi na tržištu ne samo naše zemlje. Első szerbiai látogatása során ma Újvidéken a Mária neve templomban mutatott be szentmisét Pietro Parolin bíboros, a Vatikán államtitkára. A város központjában található katedrális teljesen megtelt az eseményre. A szentszék képviselője korábban találkozott Alekszandar Vučić államfővel, Ana Brnabić kormányfővel és Ivica Dačić külügyminiszterrel is. Az újvidéki Szent Rókus templom ad otthont a Szent Ciril és Metod Nemzetközi Püspöki Konferencia új székhelyének. Az irodahelyiségeket Pietro Parolin bíboros, a Vatikán államtitkára szentelte fel. Az eseményen a katolikus és pravoszláv egyházak képviselői, valamint Milos Vučević újvidék polgármestere is jelen volt. A szerbiai, montenegrói, koszovói és macedón katolikus egyházi vezetőket tömörítő Szent Ciril és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia 2004-ben alakult. Jelenlegi elnöke Németh László, nagybecskereki megyés püspök. Az új székhely felszentelését követően Pietro Parolin bíboros elmondta, tudatában van annak, hogy Szerbiában az elvándorlás miatt egyre kevesebb katolikus hívő van. A Vatikán államtitkára az evangéliumot idézve a következőt üzente az itteni katolikus hívőknek. Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy sokan kell, hogy legyetek. Ő azt mondta, legyetek az élesztő, a mag, amelyet a földbe dobnak, majd kihajt és sok termést hoz. Io credo una cosa che non c'è nessuna situazione in cui non sia possibile vivere e testimoniare il Vangelo, per quanto le condizioni intorno a noi, ecco, nelle quali ci troviamo, possano essere difficili, ecco, qualche volta contraddittorie, ecco,
condizioni che vengono, rendono veramente difficile anche la nostra testimonianza, però c'è sempre questa possibilità. Io vorrei dire questo alle nostre comunità cristiane, ecco, quindi un messaggio veramente di speranza, di fiducia e di ottimismo, anche ottimismo cristiano. A bíboros, aki először látogatta meg a térség országait, hozzátette, elégedett a szerbiai és a montenegrói körútjával, amelynek mindenek előtt az volt a célja, hogy az államok közötti kapcsolatok még jobban megerősödjenek. In entrambi i paesi, ecco, diciamo per riassumere proprio brevissimamente un po' quello che è stato il messaggio centrale, è stato proprio l'invito a continuare e a sviluppare sempre più questa dimensione di convivenza pacifica, no? Ecco, di fronte anche alle insorgenti tensioni che si verificano in molti paesi, di fronte al pericolo sempre di una chiusura e di un ripiegamento in se stesso. Arra a kérdésre válaszolva, hogy Ferenc pápa mikor látogat el Szerbiába, illetve Montenegróba, a Vatikán államtitkára elmondta, ő is csatlakozik azok sorához, akik ezt várják, és amint minden körülmény megteremtődik egy ilyen látogatás kivitelezéséhez, az meg is fog történni. A bíboros hozzátette, az utóbbi években egyre több jel utal arra, hogy Ferenc pápa szerbiai, illetve montenegrói látogatása megvalósulhat. Megérkezett az 52. Nemzetközi Euharisztikus Kongresszus missziós keresztje a Szabadkai Munkás Jézus templomba. Az épületben lesz egy napig. Az egésznapos szentségimádás során, amelyet a kereszt tiszteletére tartanak, zenés irodalmi köszöntőt, ünnepi zsolozsmákat és Miocs József apát aranymiséjét is hallhatják a hívők. Szoluszkiátálka már egy hete várja izgatottan, hogy megpillantsa a missziós keresztet. Múlt vasárnap mondta az atya, hát örülünk neki, majd most meglássuk, mert nem láttuk még. A hívőket büszkeséggel tölti el, hogy a nagy jelentőséggel bíró feszületet épp az ő templomokban mutatják be. Ez egy nagy valami, hát ezt nem tudom elmondani, tényleg nagyon örülünk ennek. Tényleg nagy öröm nekünk, a számunkra az, hogy ez a kereszt eljött hozzánk is, hiszen ezt a közösséget annyira földobja, fölemeli az, hogy olyan dolgok érkeznek ide a kertvárosi templomba, amit mondjuk hát Székesegyházon kívül másik templom nem nagyon. Hát most kiérdemeltük-e, vagy egyszerűen csak a szervezés kérdése, de szakályatyának köszönhetően sok mindenhez hozzájutunk. A keresztet eredetileg 2007-ben a budapesti városmisszióra készítették, majd 2017-ben a magyar katolikus püspökök Rómába is elvitték, hogy Ferenc pápa megáldja. Ez a kereszt a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eukaristikus Világkongresszus Zarándok keresztje. Azzal a céllal indult útnak, hogy szerte a Kárpát-medencében megjelenve fölhívja a figyelmet erre az egyedülálló eseményre, nem csak a magyar egyház számára, hanem az egész közép-európai katolikusság számára egy nagyon fontos esemény, hiszen ez egy világegyházi esemény lesz. Szent Atya rendelkezése szerint kerül erre majd sor 2020-ban éppen Budapesten. Ezután a kereszt tovább vándorol Magyarországra, Esztergomba. A hétvégén rendezték meg a hagyományos gombosi búcsúnapokat. A nyugatbácskai falut az 1770-es években kezdték el tömegesebben benépesíteni a magyarok. Temploma Szent László tiszteletére épült. 1910-ben a több mint 3000 lakos túlnyomó része magyar volt. Már azonban a legtöbb gombosi elvándorolt, a faluban alig maradtak másfél ezren. Egyre több az üresen álló ház. A búcsúra viszont minden egykori lakos és gombosi származású magyar ember hazalátogat. Az egyre kihaltabb gombosi utcák benépesültek a hétvégén. Búcsú idején mindenki hazalátogat, gyermekek, unokák, hozzátartozók. Olá Mátyás sosem hagyta el a szülőfaluját, mindkét lánya férnél van, unokák is születtek már, ők mindannyian Bécsben élnek. Most megjöttek a falu ünnepére, búcsúra, ugye? Családi ebéd van, várjuk őket, meg is hazajöttek, ugye? Szóval és öröm ez a családnak és a falunak. Ilyenkor találkozik ez a
magyarság, az a kicsi nép, aki még itt ebben mi kis falunkban megmaradt. Klem Mária egyik fia Doroszlón, a másik pedig Ausztriában él és dolgozik. Két unokája és négy dédunokája is eljött az ünnep alkalmából Gombosra. Úgy ünnepülünk, hogy sokkal előbb elkezdek, mert egyedül vagyok, sokkal előbb elkezdem az előkészület, és úgyhogy most 9:30 nekem az ebédem már kész, mire 11-re ide lesznek, vagy ide jönnek, minden kész. Oswald Dóra Szabadkáról jött haza szülőfalujába, ahol megboldogult édesanyja, Klenanc Erzsébet 1941-től 1976-ig volt a falu óvónője. Kezdetben évente 50, később 25-30 gyerekkel foglalkozott az akkor még népes faluban. Nagyon sok diákja volt, délelőtt, délután váltásba dolgozott, és nagyon sok híres falu nagyja nőtt ki a keze alól. Köztük Vince István csillagász, Molnár Imre agronómus, egyetemi tanár, Jung Károly író és költő, dr. Loboda Árpád ortopéd szakorvos, és még sok más ismert, Gomboson született orvos, pedagógus, mérnök vagy éppen újságíró. Valamikor az 1960-as években Gombosnak csaknem 3,500 lakosa volt, azóta gyakorlatilag felére csökkent a lakosság száma. A helybeli József Attila általános iskolába az alsósok már összevont tagozatokba járnak, a fölsősökkel együtt 41 néhány diák jár magyar ajkú tagozatokba. A helybeli óvodások közül 6-an maradtak, akik magyar csoportba járnak. Klenanc József, a helyi közösség titkára még mindig bízik abban, hogy a horvát határ közelsége miatt előbb-utóbb Gombosra is jönnek majd befektetők, lesz munka és a fiatalok visszatérnek a faluba. Addig is a búcsúba várják haza minden évben az elszármazott gombosiakat. Mi ezt úgy nevezzük, hogy torkos búcsú, mert valójában a gombosi búcsú az 27-én volt Szent László napján, az a templomi búcsú. Ez pedig az, amikor mindenki ünnepel, mindenki részt vesz valamilyen programba. A legtöbben a kirakodóvásárt látogatják ilyenkor, de megtelt a templom is a vasárnap délelőtti misére. Verebélyi Árpád, a gombosi Szent László templom plébánosa, igyekszik gondot viselni az itt maradt, mintegy 700 katolikus hívőről. Alapvetőleg egy ilyen templomba járó, tehát vallásos népről van szó. Talán azért is fontos számukra az, hogy az egyházközségnek, a benne élő embereknek az egyik legfontosabb ünnepe az maga a templom búcsúja. A mise ünnepi bevonulással kezdődött, majd a plébános köszöntötte a búcsúra hazatért egykori falubelieket. A településen maradt és az elszármazott gombosiak együtt imádkoztak. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. 10. alkalommal rendezték meg Topolyán az íjász és kézműves találkozót. Sikeres a szabadkai Spartacus gyeplabda klub. Folyamatosan várják a sportolni vágyókat. Jubiláris 10. alkalommal rendezték meg Topolyán az íjász és kézműves találkozót, illetve a főzőversenyt. Az eseményt több hagyományápoló egyesület ősmagyar és középkori tradíciókat felelevenítő bemutatói tették színesebbé. Sokan összegyűltek a Temerini Hunor hagyományőrző egyesület jurtájában, hogy az ősmagyarokról hallgassanak előadást. Többek között erre is lehetősége volt azoknak, akik ellátogattak a 10. íjász és kézműves találkozóra a vásártérre. Az egyik legnépszerűbb program viszont természetesen az íjászkodás volt. Ittszer volt a Magyar Köztársaság jó tanulója, jó sportolója. A rendezvény sztárvendége Mónus József többszörös világbajnok magyar íjász volt. Az érdeklődők az esti program részeként a róla készült filmet is megtekinthették. Rengeteg előadás, amikor elmegyek és behívnak a házigazdák, a rendezők a saját kis világukba, és mindenhol látom a kandalló fölött, az ágy fölött a magyar címet, a koronát, a zászlót, tehát rengeteg ember ott őrzi a magyarságnak a szívét, és büszke arra, hogy magyar. És ez óriási boldogság, és ez az erőt mutatja. Tehát, hogy nem kell mindenkinek íjásznak, meg világbajnok lenni, de hogy is. Pusztán a szívünkben ezt a zászlót, a magyarságot tovább éltetjük, ezt a hitet senki nem veheti el. Az íjászkodás és a kézműves kiállítás mellett a főzőverseny idén már hagyományosnak mondható a találkozón.
A nemzetközi találkozót a helyi nagyapáti Kukac Péter magyar hagyományőrző és néprajzkutató társulat szervezte. Másodízben van főzőverseny, szintén másodízben beiktattuk nem csak a gyerekeknek az íjászversenyt, a gyermekeknek más versenyprogramokat is, ezt mondhatjuk el a újítást, de a fő attrakció, ugye, hogy megfoghassák, megtapintassák az íjakat, a nyilvesszőket, és szakmai felügyelet mellett lőhetnek is, ami azt hiszem ez a napnak a mondani valója és a jövőben üzenete. Tehát az ősi magyar fegyver mindenki kézbe vehet és kipróbálja. A napot a díjátadók, valamint Mónus József bemutatója és a róla készült filmvetítése zárta. Nemzetközi Mazsaret Fesztivált rendeztek a Zentai Sportcsarnokban. A versenyzők több kategóriában mérték össze tánc tudásokat. Csillogó ruhák, repkedő botok és pomponok, lelkesen gyakorló mazsorettek. A zentai sportcsarnok lelátója pedig megtelt szurkoló szülőkkel és hozzátartozókkal. A színpadon egymást váltották a csapatok. A szolnoki Dalma Dance Club sportegyesület több formációval érkezett a zentai versenyre. Most már a második versenyen veszünk részt ugye itt Zentán, úgyhogy nagyon-nagyon lelkesen készültünk, és nagyon-nagyon vártuk. Jelen pillanatban két csoportunk képviselteti magát, egy szolnoki csoport, illetve egy tiszafüredi csoportunk. Mind a két korosztály 3-3 koreográfiával érkeztünk duo, illetve szóló produkciókkal is. A házigazda Flamenco Táncklub új koreográfiával készült a versenyre. Szeretnénk minél szebben fényleni, minél csillogósabb érmet elérni, tehát az aranyat persze mindenki azért jön, de fontos a részvétel is, hogy ez a rendezvényt megtörténhet itt nálunk. Büszkék vagyunk rá. A versenyen három ország több mint 300 mazsorettese vett részt. Összesen 15 csapat versengett a legjobbaknak járó érmekért. A produkciókat szakavazó zsűriként értékelik. Valójában vannak itt Szerbiából, Magyarország és Romániából a zsűri. A csapatok botos és pomponos koreográfiákkal, valamint szóló és duó produkciókkal léptek az értékelő bizottság elé. Gazdag programsorozattal várták a látogatókat Adára a községnapja alkalmából. Szombaton hagyományos vásári hangulattal és koncertekkel, míg vasárnap főzőversennyel készültek a szervezők. Szombaton a késő délutáni órákban Ada központjában megtelt a sétány. Egyebek mellett kézműves termékeket és kürtős kalácsot árusító bódék várták a rendezvényre látogatókat. Szerintem ez az esemény nagyon-nagyon jó kis program, így a nyáron, a nyár elején ilyenkor így hazajönnek talán a külföldi vendégmunkások is, úgyhogy mindenki egy kis boldogságcsomagot vihet haza ilyenkor. Az esti koncertek is sok látogatót vonzottak Ada központjába. Idősek és fiatalok egyaránt élvezhették a változatos zenei program kínálatot. A Baraparti együttes tagjai már 6. éve kedveskednek az Ada napokra érkezőknek. Utóbbi időben pedig inkább már feldolgozásokat játszunk, angolokat, magyarokat, szerbeket. Hogy is mondjam, bulis olyan zenét játszunk, amire a közönség beindul, hogy így mondjam. Elsősorban. Tehát az a lényege a zenénknek, hogy jó hangulatot teremtsünk. Az ünneplés vasárnap főzőversennyel folytatódott. Már kora délelőtt rotyogtak az étkek a Bográcsban az Adai Tiszaparton. Először vagyunk most itt Adán, sűrűn járunk már, 3 éve megyünk főzőversenyekre, nagyon szép eredményeink is vannak, reméljük, hogy itt is szép eredményt fogunk elérni. A főzőverseny már régóta szerves része az adanapi rendezvény sorozatnak. Az idén vasárnap, tehát július 1-én került megrendezésre, 42 nevezettünk van, a nevezettek főként Adáról, illetve környező községekről érkeztek. Mi a tétje a főzőversenynek, illetve mi a feladat, amit főzniük kell a versenyzőknek? A versenyzők marha pörköltet főznek. A verseny legjobbjait értékes nyereményekkel jutalmazták. A fődíj egy kerékpár volt.
Záró koncertet tartott a zentai improvizatív zenei műhely a Színház Kamara termében. A hangversenyt megelőzően a fellépők 5 napig tartó műhelymunkákban vettek részt. A rögtönzött zene iránt érdeklődők újszerű műsort követhettek figyelemmel. Tizennégyen vettek részt a műhely munkában. Ábrahám Máté a rögtönzött zenével kapcsolatos tudását mélyítette el. A műhely munka során egy kicsit filozófiailag is belementünk ebbe a szabad improvizáció fogalmába, és ez arról szól, hogy az idiómákat kerüljük, tehát a fogalmi jegyeket. Tehát olyat kell csinálni, ami nem tulajdonítható egyik stílusnak a stílus jegyei közé sem. Mezei Szilárd és alkotótársai vezették be a műhely munkában résztvevőket az improvizáció művészetének rejtelmeibe. Igazából ez egy nagyon nehéz műfaj, tehát olyan szempontból, hogy az embernek késznek kell lennie, tényleg hangszeresen is felkészültnek kell is zeneileg is, mert ugye tulajdonképpen ez egy a pillanatban történő komponálás jelent, tehát élőben is ugye nincsen semmilyen mankó, tehát nem lehet semmi sem támaszkodni. Az ember teljesen messzelen, úgymond a színpadon. A koncert és a műhelymunka a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében valósult meg. Az intézet igazgatója elmondta, 3. alkalommal szervezik meg a rendezvényt. Nagyon szerettük volna azt is, hogyha fiatalok is bekapcsolódnak, akik vajdaságiak, és ez idén sikerült is, 2 fiatal vajdasági személyében, egy dobosról és egy csellistáról beszélhetünk. A rendezvény a Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ és a Zentai Magyar Kamara Színház támogatásával valósult meg. Tizenkét lelkes csapat Bográcsában rotyogott a Lecsó Oromon, a 7. Lecsó Fesztiválon gazdag program várta az érdeklődőket. A látogatók közül senki sem maradt éhes. Kellemes napos időben telt az Oromi Lecsó Fesztivál, a helyiek mellett a környező településekről érkezők is fakan alatt ragadtak. Szalai Nemes Valéria és családja minden évben részt vesz a főzőversenyen az Oromi Falu Végiek nevű csapattal. Bízunk benne, hogy most is lesz eredmény, mint az előző években, de attól függetlenül, hogy milyen eredményt fogunk elérni, legfőbb az, hogy ma is együtt vagyunk itt Oromon, az ismerősök, fiatalság, vendégek, és egy jót szórakozunk a mai délelőttön is. Az elkészült ételeket a Szabad Tűzi Lovagrend tagjai értékelték, akik szerint az igazán jó lecsó valójában nem is Bográcsban készül. Hát az alapja az, hogy ne legyen túlfőzve. Az jó, ha roppanós, meg másik dolog az, hogy nem igazán biztos, hogy Bográcsban a legalkalmasabb azt főzni. Szerintem társal lenne sütve, roppanósra, és aztán szerintem ez 20 perc alatt meg lehet csinálni. A rendezvényt idén a Varázsfalatok Egyesülete szervezte, mégpedig azzal a céllal, hogy egy kicsit megmozgassák az oromiakat is. Oromon nagyon nehéz kimozdítani az embereket, behúzódnak, nem figyelnek egymásra, sokszor a szomszédokra se, és ezzel próbáljuk meg elcsábítani őket a kis kuckójukból. Azon kívül a gyerekek is megtanulják a csapatmunkát, az ismerkedést, és van hely számukra is játszani itt. Dobó Mária hozzátette, jövőre is biztosan megszervezik a főzőversenyt, és a fesztivál tartalmát is színesítenik. A vasárnap kialakult napos, részben felhős, hűvösebb időjárás után nincs vége a változékonyságnak. Hétfőn az előrejelzések szerint sok napsütésre számíthatunk, és a maximális nappali hőmérséklet 25 fok körül alakulhat. Kedden és szerdán pár fokkal ismét feljebb kúszhat a hőmérséklet, viszont ezekben a napokban felhős és napos időszakok válthatják egymást. Csütörtökön a közel 30 fokos nappali hőmérsékletet élvezhetjük. Többnyire napos lesz az égbolt, pénteken azonban ismét záporra, zivatarra készülhetünk.
Hosszabbítás és 11-es párbaj után Oroszország jutott tovább a labdarúgó világbajnokságon, a következő fordulóba Spanyolország pedig kiesett. A csapatok nem bírtak egymással a rendes játékidőben. 1-1 volt 90 perc után a találkozó. Az első félidőben a spanyolok szerezték meg a vezetést egy öngóllal, majd ezt követően büntetőből az oroszok egyenlíteni tudtak. A második félidő eseménytelen volt, így jutottak el a felek a büntetőkig. Most pedig itthoni sport. Egykor szebb időket is látott Szabadkán a gyeplabda. Korábban 7 klub is volt a városban. Mára viszont már csak egy maradt. A Spartacus fiataljai ennek ellenére nagyon eredményesek. Szigorú edzéseket tart a szabadkai Spartacus gyeplabda klub, aminek meg is van az eredménye. A szabadkai lányok idén szabadtéri pályán országos bajnokok lettek korkategóriájukban. Czalbert Szabina, a bajnokcsapat tagja szerint az edzések nem túl megterhelőek, viszont a sikerekért keményen meg kell dolgozni. Szaladunk pár kört, akkor aztán labdavezetés, akkor aztán górra lövés, és akkor a végén persze, hogy egy ilyen edzőjátékot szoktunk tartani, amikor hát, hogy mégis azért edződjünk folyamatosan, meg hogyha esetleg újak jönnek, akkor hogy, vagy kisebbek fölkerülnek hozzánk, akkor hogy mégis összeszokjon a csapat, ezért minden edzésen folyamatosan szoktunk játszani. Szerbiában jelentősen leépült a gyeplabda utáni érdeklődés, annak ellenére, hogy egykor indiai játékosok is sűrűn megfordultak a szerb ligában. Ma már mindössze 4 hivatalos gyeplabda klub van az országban, mondta Matijevics István, a klub edzője. Hozzátette, ezért a magyar bajnokságokban is versenyeznek. Nekünk van minden generáció, 10, 12, 14, 16 is a fölnőttek. Ezek mind bele van kapcsolat a bajnokságba. A kisebbek, mivel Szerbiában nincsen senkinek másnak gyereke, csak nekünk, míg magyar bajnokságot is játszunk. 10 éves, már 2 éven keresztül megnyerték a mindegy bajnokságot a magyaroknál. A Spartacus gyeplabda klub minden korcsoportban foglalkozik a sportolni vágyókkal. Egy idényben nem csak a szerb és magyar kupákban versenyeznek, hanem gyakori vendégek a térség nemzetközi tornáin is. Eddig tartott a híradó. A nap kiemelt hírei jönnek még egyszer címszavakban. Csütörtökön Szabadkán számol be munkájának első évéről a szerb kormány. Megindult az autós cunami, egész hétvégén hatalmas sorok az átkelőkön. Egy új rendkívül veszélyes drog érkezett Szerbiába, valószínűleg Kínából. Búcsúnapokat tartottak Gomboson. Köszönjük szépen a figyelmet! A panonrtv.com weboldalon még több friss hírt és információt olvashatnak, és a riportjainkat is visszanézhetik. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Szép estét, a viszontlátásra!